azt halljuk Balaton, meg annyi gyerekkori emlék tör ránk. A szemünk előtt vitorlások jelennek meg, szánkban érezzük a lángos ízét, és fülünkben cseng a tihanyi vízhang. Ha azt halljuk Tisza, eszünkbe jutnak Petőfi sorai, a Tisza virágzás, a halászlé. Ha pedig azt, hogy Duna, látjuk magunk előtt a Dunakanyart, a méltóság teljes visegrádi várat, ahogy lepillant az öreg folyóra. Hogy unokáink is láthassák szépséges vizeinket, meg kell tanulnunk vigyázni rájuk. Úgy tartják, a víz az élet bölcsője. Mi magyarok büszkék vagyunk a magyar tengerre, a Balatonra, és nagy folyóinkra, a Dunára és a Tiszára, melyek meghatározzák az identitásunkat. Ám ez a nyár rendkívül száraz volt. Számos tó és folyó vize apadt, és fák réteg száradtak ki. A Multiverzum mai adásában azt szeretnénk megmutatni, hogy mi itt a Kárpát-medencében mégis milyen szerencsések vagyunk, hogy milyen sok értékes víz és vízes élőhely vesz minket körül, amelyekre vigyáznunk kell, és amelyeket kötelességünk megőrizni. Vulkánok őrizte vízi világ, a csodálatos Balatonfelvidéki Nemzeti Park. Borvíz, mofetta, büdös víz, gyógyítás a természet erejével Székelyföldön. Nekem a Balaton a Riviera, fürdőkultúra a magyar tengernél. Mi magyarok nem csak a természetes vizekért rajongunk, hanem a medencében lévőkért is. Mondhatni, hogy Magyarország a vízes sportokban nagy hatalom. Sikeres úszóink, vízilabdázóink, kajakosaink vagy kenusaink erre a tanúk. Valahogy nekünk a víz abszolút természetes közegünk. Most megmutatom, nekem mennyire természetes közegem. Adok egy labdát. Labda. Ez hideg! Műsorunk kíváncsi és mindig online, úgyhogy keressenek minket az interneten is. Látogassanak el a mediaclick.hu weboldalra, vagy kattintsanak az M5 hivatalos Facebook oldalára. Ötleteiket, javaslataikat a multiverzum@mtva.hu e-mail címre várjuk. Ebben nem csalódsz. Nem beszél, hát nem is hazudik. Nem ígér, mégis odaadja mindenét. Nem szól, mégis többet mond, mint amit valaha ember mondott. Így írt a természet páratlan krónikása Fekete István a Tüskevár című regényében a Balatonról és az azt körülvevő természetről. Ma már a híres Berek is a Balaton felvidéki nemzeti park része, mely csodás vízi élővilágot rejt. Szürke gém, tőkés réce, küszvágó csér. És még hosszasan lehetne sorolni a Balaton felvidéki nemzeti park területén, különösen a Kis-Balatonon látható madarakat. A terület ma már nem teljesen úgy fest, mint Fekete István korában, de most is rengeteg védett élőlénynek ad biztonságos otthont. Hát ez nem csak átlag embernek elvarázsolt világ, ez nekünk is. Én több mint 20 éve dolgozom itt, de minden nap vagy minden héten tud újat mutatni. A Fekete Istváni Tüskevár az annyiban volt más, hogy talán nem látogatták ennyien ezt a területet. Nem is lehetett ennyire látogatni, mert nem volt ennyire megközelíthető. A fészkelő helyek, a fokozottan védett részek most is el vannak zárva a látogatók elől. Ezeket még az itt dolgozók is csak nagyon indokolt esetben keresik fel. A Kis-Balaton teljes területe 14.700 hektár. Ennek közel fele vizes élőhely, rendkívül gazdag növény- és állatvilággal. Itt szinte minden megtalálható, ami az ország, Magyarország megtalálható, tehát madarak és emlősök, hüllők, kétértők szempontjából, viszont a leglátványosabb rész az a madarak. Tehát ha ide jönnek a turisták, azok madarat biztos, hogy látnak. Rendkívül gazdag a madárvilág, több mint 260 madárfaj előfordulását jegyezték föl a Kis-Balatonon, amiből 120-130 madárfaj fészkelő. Emlősök közül, ami nagyon érdekes itt a Vidra, ugye, aminek egy nagyon jó élőhely ez a Kis-Balaton, ő ritkábban látható, pont azért, mert rejtett életmódot folytat, viszont nagyon jó táplálkozó és szaporodó hely ez a Kis-Balaton. Számos kétéltű hüllő is él ezen a területen, sőt a nagyvadak is jól érzik magukat a kisebb tavak, csatornák mentén. Valamikor a vizes élőeket felszámolták, tehát a Kis-Balatont is le akarták csapolni. Az a élővilág akkor nagyon sérült, és pont ezért fontos, hogy visszaállítsuk azt, vagy
vagy próbáljuk meg visszaállítani azt a régmúlt időket, amikor minden jól érezte itt magát, úgyhogy nem volt zavarva ember által. Ennek a területnek az élővilága nagyban függ a vízutánpótlástól, az idei év pedig erősen aszályos, de itt ez nem okoz gondot. A parti madarak ennek örülnek, mert nagyon sok helyen visszahúzódott a víz, és ugye a sekély vízbe tudnak ők táplálkozni. Tehát ők majdnem élvezik is ezt. Hát a legelőinkön, ahol mondjuk a vivajok is legelnek, vagy a rudak táplálkoznak, azon meglátszott, de hát hál' Istennek most kaptunk egy esőt, közel 50 mm-t, úgyhogy mi nem láttuk kárát ennek a lassájos időszaknak itt a vizes élőhelyen belül. Az Esztergomi Duna Múzeumban beszélgetünk Horváth István igazgatóval. Nem is akármilyen helyen vagyunk, mert hogyha jól tudom, akkor ez a múzeum több díjat is nyert már. A nyitást követően megmérettük a kiállítást. Először hazai szintéren, ott elnyertük az év kiállítása díjat. Aztán ezen felbuzdulva az Európai Múzeum Fórumnak a külön díját sikerült megszereznünk, egyébként az egyedüliként az országban. És hát mi másról is beszélgetnénk itt a Duna Múzeumban, mint a Dunáról magáról. Próbáljuk bemutatni mindazt, ami a folyóhoz köti az ember, de nem csak a Dunához, hiszen az egész Kárpát-medencével foglalkozunk. A Dunával kicsit azért hangsúlyosabban kétségkívül. És a Dunának az is egy fontos hozadéka, hogy Budapest és a Dunakanyar ivóvízkészletének is egy jelentős hányada az ebből származik. Ezt régen hogyan nyerték ki? A 18-19. Században egy nagyon komoly foglalkozás volt a Dunavízárusoké, a vízhordóké, akik vagy gyalogszerrel, vagy szamárkordéval járták a várost és árulták a Dunavizét. Nem feltétlenül ivóvízként hasznosították ekkor már, hanem mosáshoz, fürdéshez használták. Szabott áron árulták ezt a tulajdonképpen ingyen hozzáférhető vizet. Sok embernek megérte az, hogy házhoz vigyék. Aztán persze szépen lassan azért elszennyeződött a Duna. A felszín alá kellett nézni, hogy hogyan lehet a Dunavizét úgy hasznosítani, hogy milliók vízellátását meg lehessen oldani belőle. És ekkor kezdtek el igazából mély kutakat fúrni, észrevették, hogy a Duna medre év ezredek során olyan kavics réteget rakott egymásra szépen, hogy a Duna vize ezen átszivárog, és a kavicságy alól egy olyan tisztaságú vizet lehetett kinyerni, ami ivóvíz tisztaságú. Ez ma is így van egyébként, Esztergomot is, vagy akár Budapestet is Dunavíz látja el. Gyakorlatilag fertőtlenítik, és így kerül a csapokba. És mennyire jelentős a Duna, mint élőhely? Maga a Duna is, meg a környéke is nagyon jelentős élőhely. Persze ez időben változó, akinek az emlékei visszanyúlnak azért, hogy a 20. század utolsó évtizedeire nem találkozhatott egy nagyon gazdag élővilággal a Dunában. Az utóbbi egy-két évtizedben kezd visszatérni az élővilág a folyóra és környékére, hogy közel megyünk a vízhez, a kajdlók, a rákok ismét láthatóvá váltak, amik korábban nem voltak. És ez a pozitív változás, ez minek köszönhető? Ilyen viszontagságos években, amikor aszály van és klímaváltozás. Egyfelől a szennyvíz technikának a fejlődésének, hiszen korábban azért a szennyvíz az tisztítatlanul jutott be a folyóba. Másrészt jobban is vigyázunk rá, itt nagyon lassan tér magához a folyó természetesen, de szerintem már most látható jelei vannak ennek. Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy találkozhatok egy igazi ikonnal, egy olimpikonnal, aki elmondja, hogy hogyan lehet uralni a vizet úgy, hogy közben élet-halál harcot kell vívni a labdáért, a vízilabdáért. Bár a szeptem egyelőre csalókkal, távolról sem egy wellness hétvége a mai program, épp ellenkezőleg kőkemény edzés vár rám. Na jó, ennyit az egyéni bemelegítésről. Szerencsére nem egyedül fogok ma edzeni, hanem olyas valakivel, aki gyerekkorában elhatározta, hogy jogász lesz és olimpiai bajnok. Mindkettő sikerült neki, utóbbi háromszor is, nem is beszélve a világbajnoki és Európa-bajnoki aranyérmekről. Kis Gergőt csíptam el itt a Gödöllővárosi és térségi úszodában. Ez a közeg, a medence, a víz közelsége azt gondolom a legtermészetesebb közeg a számodra. Igen, tulajdonképpen 6 éves korom óta az életem szerves részét képezi. Nagyon nehezen képzelem el, hogy eltelik néhány napnál több az életemben medence nélkül. Egy olyan vízilabdás generációnak a tagja vagy, akik a fénykorukban tényleg mindent megnyertek. Így utólag visszatekintve, az egyéni teljesítményeken és kvalitásokon túl, szerinted mi lehetett a nemzet csapatának a titka?
Tanulni lehet úszni, tanulni lehet izmot építeni konditeremben. Még a lövés is lehet tanulni. Én nem egy született tehetség vagyok, én nagyon sokat tanultam és gyakoroltam. Azzal nyertünk sokszor, hogy a mi akaraterőnk, a mi győzni akarásunk, a mi elszántságunk, a mi harcosságunk az erősebb volt az ellenfeleknél. Ez társult egy elképesztően nagy empátiával és szeretettel, ami a közösségben jóban, rosszban, negatív tulajdonságok ellenére is működött. Most mi a missziód, és mivel foglalkozol itt ebben az úszodában, aminek a közepén állunk? 20 éve tervezem ebben a térségben, hogy legyen vízilabda, mert hamar láttam és fölmértem, hogy 25 méteres tanmedencéken kívül nincsen versenyúszoda Budapestre legelig, és ezen kellett változtatni. Ennek nagyon jó példája, hogy 700 gyermek sportol a gödöllői úszodában, az úszás, női vízilabda és férfi vízilabda három szakosztályban, itt az egyetemi csapatban, és ez egy felelősség is, hogy olyan sportolók nőjenek föl, akikre büszkék lehetünk nem csak a környék szintjén, hanem országos szinten is. 2013-ban alapítottuk Budapesten a Modern Sportakadémia ESE nevű egyesületet, ahol a világbajnok Nagy Viktorral és Dekker Ádámmal elindult egy terv. A budapesti hely szűke miatt nehéz volt fejlődnünk, így ez a gödöllői lehetőség volt, hogy az egyetemmel együttműködve kialakult ez a fiú vízilabda, úgyhogy rövidítve úgy hívjuk, hogy MGM. Ez a mi csapatunk, és itt a fiú vízilabdát szeretnénk a térségben minél magasabb szintre emelni. És a fiúkhoz hasonlóan én sem úszom meg szárazon a mai napot. Gergővel a medencében folytatjuk. Hallottak már a borvízről? Tudják, hogy mi az? Székelyföld lakóinak nem ér beszállni a versenybe. Számukra ugyanis hétköznapi az, ami egy turistának, aki csak nyaralni utazik erre a csodálatos vidékre, meglepő. Hogy a borvíznek nem sok köze van a borhoz, és hogy a medvetóban úgy lehet lebegni, mint a holttengerben. Aki Székelyföldre látogat, rendszerint Szejkefürdő felől érkezik, amelynek már csak a neve emlékeztet a néhai pezsgő fürdő életre. Pontosabban a Borvíz Múzeum is a szejkei és a székelyföldi fürdőkultúra fénykorát idézi. Egy monarchia kori, tehát 19. század végi, 20. század elejé, ez speciál Szováta fürdőt mutatja a medvetóval, tehát valamikor így nézett ki a medvető. Az öltöző kabinszerű kis fülkék a fürdőkultúra négy különböző korszakát elevenítik fel a látogatóknak. Szováta, korond, tusnád fürdő, borszék összesíti a tárlat az egykor legnépszerűbb gyógyfürdőket. Ez az osztrák-magyar monarchia 19. század második felében érte a fénykorát, tehát akkor voltak a legnagyobb ilyen beruházások, amik tehát villák épültek, fürdőket, medencéket építettek, vasútállomások akkor épültek, ugye vendéglők, szálláshelyek. Több mint 2000 ásványvízforrás található Székelyföldön. Sós vizek, büdös vizek, savanyú vizek, vagy ahogyan emiatt a székelyek nevezik, borvizek. Ezek mellett 175 kisebb-nagyobb fürdőt is megszámláltak ezen a 16 ezer négyzetkilométeren, de újabb és újabb népi feredők kerülnek elő, igaz, tűnnek is el. Magyarázza Jánosi Csaba, a székelyföldi borvizek és fürdők egyik legnagyobb ismerője. Ma kevesen tudják, hogy Árdi egyik leghíresebb fürdője volt, a Korond fürdő, az Arcsó fürdő, ahol Kádas fürdő, reggel Kecsketájjel vegyített fürdőt itattak a tüdőgyenge emberekkel, vagy ott volt az Unikum, a tömény sós fürdő, tehát rengeteg fürdője volt a Székelyföldnek. Az ásványvizeket nem csak ivókúraként használták különböző gyomorbetegségekre, de kisebb-nagyobb lábáztatókban és fürdőmedencékben is reumatikus bántalmakra, bőrbetegségre. A büdös vagy szemvizeket pedig az állatok kezelésére is. A beteg szemet egy rongydarabbal, zsebkendővel megmosták, és a rongyot, hogy a betegséget ne vigyék haza, így a forrás melletti ágakra akasztották. A sós vizeket máig szalonna és káposzta tartósítására használják. A nátriumhidrokarbonátos vizeket, székelyesen kusti vizet, másnaposságra ajánlják, mert kiváló gyomorégésre. Gárdonyi Géza a Csomáthegység ásványvizeit az angyalok italaként említi. A székely népnyelv fingos, igen így rövid óval, rotyogó-fortyogó nevekkel utal a feltörő gáz által érintett gyomorműködést segítő vizekre.
Ahol a mélyből feláramló széndioxid nem talál vízréteget, ott szabad formában gázként tör a felszínre. A kicsapódott kén, azaz sárga szín jelzi itt a gázszintet, az alá merülni életveszélyes. A büdös gödröket, mofettákat főleg érszűkületre, mozgásszervi betegségekre használják. Az a ilyen meleg érzetet, hogy kitágulnak az erek, és az ember elmelegedik, megindul a vérkeringés, és ilyen meleg érzete van az embernek. És szintén érrendszeri problémákra ajánlják a csíksomlyói barátok feredőjéhez hasonló lábáztatókat is. Fáj benne olyan hideg. A nyári hőségben is mindössze 10-12 fokos vizet kúraszerűen használják ma is. Hogy azonban melyik a legfinomabb székelyföldi ásványvíz, nehéz válaszolni a kérdésre. Jánosi Csaba szerint, aki szinte valamennyi borvízforrást ismeri, hiszen Orbán Balázshoz hasonlóan faluról falura bejárta Székelyföldet, a legeslegjobb borvíz az, ami a saját házával szemben bugyog föl a föld mélyéből. Folytatjuk a beszélgetést az Esztergomi Duna Múzeumban Horváth István igazgatóval. Egy kicsit volt már lehetőségem körülnézni itt a kiállításon, és kiderült számomra, hogy a klímaváltozással is kiemelten foglalkoznak. Bemutatjuk mindennek a múltját, akár öntözésről van szó, vagy belvizekről, árvizekről, de igyekeztünk arra fókuszálni, hogy kihozzuk ezt a jelenig, hogy lássa a látogató a változásokat. És hogyha már a jelent említjük, akkor ez a beszélgetésünk talán nem is lehetne ennél aktuálisabb, mert most is egy nagyon aszályos nyarunk volt, és nagyon sok tónak, folyónak csökkent a vízmennyisége. Ön mit javasolna, hogy mi hogyan vigyázhatunk a vizekre, hogyan tudunk spórolni a hétköznapok során? Már 200 évvel ezelőtt is az akkori vízépítő mérnökök is azt mondták, hogy ha bejön az udvarunkba bármilyen víz, azt ne hagyjuk használatlanul kifolyni onnan. Valamit csináljunk vele, akár csak fogjuk vissza, akár valamire hasznosítsuk, és úgy engedjük tovább, hiszen a víz az visszakerül előbb-utóbb a természet körforgásába, tehát nem használjuk el a vizet, de ha már elhasználjuk a vizet, akkor igyekezzünk olyan vizet elhasználni, ami viszonylag kevés munkával jár számunkra. Tehát, hogy nem kell ivóvizet használni minden olyan célra, amire egyébként más víz is elegendő lenne. Mondaná néhány konkrét példát, ami akár egy belvárosi lakásban is megvalósítható? Elegendő mondjuk zuhanyozni a kárbonfürdés helyett, vagy akár fogmosás nem folyóvíz mellett végezni, vagy akár a nem túlzottan szennyezett vizet, most egy nagyon egyszerű példával élve, amivel zöldséget mostunk vizet, azzal utána nyugodtan virágokat is öntözhetünk. De kis mennyiségek alapvetően, de azt hiszem, hogy összességében nagyon sokat lehet ezzel megtakarítani is, meg sok tiszta vizet lehet megőrizni az utódaink számára is. Fogmosás közben elzárni a vizet tényleg nem egy bonyolult dolog. Na nem úgy a vízilabda, mert hogy az keményebb dió. Úgy tartják ugyanis, hogy egy jó vízilabda játékos úgy úszik, mint egy úszóbajnok, úgy dob, mint egy kosaras, és olyan erős, mint egy jégkorongozó. Ez nem hangzik egyszerűen, de én azért kipróbálom. Szerencsére türelmes edzőm Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, akiért egy egész ország rajong. Az első feladat az edzés, hogy bejussunk a medencébe, ami egy biztonsági talpassal szokott sikerülni, főleg az ügyetlen vízilabdások miatt. Bár mondjuk Varga Dani olimpiai bajnokunk eltörte egyszer a lábujját, mert alacsonyabb volt a víz, mint számította egy sima talpasnál. De most megmutatom, hogy milyen egy egyszerű snasz talpas. Megdobom, leugrom. Ez hideg! Mivel kezdjük? A lebegés, az úgy nagyjából már megy, meg fulladni talán nem fogok. Lebegés! Taposás! Taposás! Taposunk, igen. Nagyon fontos vízilabdázónak körülbelül 2 év taposó és úszó leckéket kell vennie napi szinten, hogy a meccsen tudjon tájékozódni és fönnmaradni a víztetején, és eljutni az egyik kaputól vissza a másik kapuhoz. Én azért is imádom a vízilabdát, mert összetett. Már az állás, az egyszerűen állás is, kezet, lábat megmozgató izommunka. Olyan, mintha így köröznél a lábat. Igen, egyfajta biciklizőn mozgásnak is hívjuk, a kezünk pedig így lazán támaszkodik. És így órákig el vagyunk vízilabdáson. És mi a helyzet egy lövés esetén, amikor akár comb középig kiemelkedtek a víz felszínről? A lövésnél a nem lövő kezünkkel, én ugye balkezes vagyok, én a jobb kezemmel támaszkodok, két lábam és a kezem segítségével kiemelkedve lövünk egy nagyot. Ez tényleg rá kell fordulni, hogy a fizika, erő, erőkar is.
ki kell végigvezetni a mozgást, úgyhogy sok minden kell hozzá, hogy egy lövés jól sikerüljön. Vannak is lövőfalak egyébként nálunk is az uszodában, ami segíti a gyakorlást, hiszen egyből visszajön a labda, és már megint lehet lőni, és így lehet gyakorolni. És így akár a lövésnek az erejét is tudjátok mérni? Tehát hogy például, hogy te lövőerőd mekkora? Azt tudod, voltak ilyen mérések régebben. Egy átlag gól meccsen az valahol a 54-110 km/h között van, attól függ, hogy milyen fajta lövés, milyen távolról lövik, ki lövi. De a lövésnek a technikája az a labdának a keménységétől függ egyébként, mert ha jól tudom, akkor ez is változhat. Igen, a szabályok kimondják a labda méretét és a felfújt állapotnak a mienségét is. Tehát mennyire legyen kemény, puha labdával irális lesz a játék. Kemény labdával pedig azért, mert sérülésveszélyes az ujjunk, és ez az ujjam is azért megdörbült. Az, ami szilánkosra tört? Nem, az ez volt. Azaz. Ez csak simán belenyúltam egy labdába 27-8 évesen. Tehát a nagyon kemény labda sérülésveszélyes, a puha labda az ilyen komolytalanná teszi a játék. Igen, minél puhább, annál jobban pattog. A vízilabda azért egy agresszív sport hírében áll. Úgy nagyon sok minden van, ami sokkal veszélyesebbé teszi a szárazföldi sportágat. Elsősorban a gravitáció, mi nem esünk eleve. Mert hogy a közeg is egyébként tompítja lassítja, ezeket a mozdulatokat. Lassítja, hogy a víz nehezebb, mint a levegő. De elmutatok egy-két dolgot a labdával, jó? Na, lássuk! Nagyon jó. Na te? Egy kézzel? Volt egy gólyi, lőj egy gólyt! Ott van, szép volt. Kivédtem! Mari, most mutatok egy igazi lövést, jó? Hogy lássuk a különbséget, hogy miért edzenek olyan sokat a vízilabdásra. Micsoda erő lehet azokban a lövésekben. Na, mutasd meg! Töretek meg a kapusok, mert? Igen! A Balaton ábránd és költészet. Történelem és hagyomány, édes búsmesék gyűjteménye. Így írt Eötvös Károly a Magyar Tengerről. Mindannyiunknak vannak kedves emlékei a Balatonról, melynek fürdőkultúrája régmúlt időkre nyúlik vissza. A 19. század végére sorra létesültek a fürdőegyletek és fürdőtelepek a Balatonnál. A monarchia kora elhozta a tó fejlődését, villasorok és szállodák épültek az északi és a déli parton egyaránt. 150-160 évvel ezelőtt sivárabb, kietlenebb képet mutatott a Balatonpart, mint manapság. Nem voltak kikötők, vízszabályozás, kiépített partszakaszok. Mindezekre a 19. század második feléig, illetve a századfordulóig várni kellett. Nagyon lényeges, hogy a balatoni turizmus elindulása nem a Balatonhoz kötődik, hanem Balatonfüredről indul, és elsősorban a balatonfüredi gyógyvíz az, ami beindítja ott a turisztikai szolgáltatásokat, ha lehet ilyet mondani. Ez természetesen sok elem hozzájárul, a gőzhajózásnak a megindulása az, hogy közéleti személyiségek felfedezik a tavat, hogy a reformkor nagyon hatékonyan hat a vidéknek a fejlődésére. A következő szakasz az az 1861-es év, amikor elindul a déli vaspálya. A vasút megépítése után pár évtized alatt nyugati mintájú fürdőtelepek létesült, például Fonyódon, Balatonföldváron és Siófokon. De az északi parton Keszthely és Balatonfüred is jelentős fürdőkultúrával rendelkezett már a 19. század végén. Az első világháború azonban változást hozott a balatoni fürdő életben és turizmusban is. Egy nagyon nagy mérföldkő és egy nagyon nagy tragikus történet, ugye a trianoni békediktátum, ami egy szempontból hoz nagyon pozitív fejlődést, ez pedig a Balaton esetében tapasztalható, hiszen elveszíti Magyarország a magaslati üdülőhelyeit, azokat a látnivalókat, ahova addig lehetett utazni, és amiből bevétel is származott, ezért a Balaton lesz az egy olyan valóban a magyar tenger, aminek a felfejlesztését kormányzati szinten is megkezdik. Ennek része volt többek között a balatoni műút kiépítése, a hajózás reformja és a vasút bekapcsolása a tó népszerűsítésébe. Ekkor kezdődött meg a Balaton tudományos kutatása is, valamint a sportolók is felfedezték maguknak a tavat. A vízi események mellett lovasport és teniszversenyeket is rendeztek. A két világháború között épült meg Siófok ma is népszerű rózsakertje. ...1945-re nagyjából elérte azt a képet a Balaton, amit most is tapasztalhatunk. Megépültek a kikötők, a partszakaszok, a villák, de a 20. század második fele is tartogatott változásokat. Az arisztokraták villáit államosították, vállalati vagy szott üdülők lettek belőlük, s megjelentek a nyugati turisták is.
De azok a nagy szállodasorok, ezt még hangsúlyozom, vagy fontos megemlíteni, amik akár Siófokon az Aranyparton, vagy Balatonfüred központjában láthatók, azok az 1960-as évek Kádár korszakának az eredményei, amikor a nyugati turisták megjelennek a Balatonon, és hát olyan minőséget kell nekik nyújtani, mint a nyugati nyaralások során. A hajdani emlékek múltidézésre csábítják a turistákat, hiszen az 1900-as évek elején épült kikötőkből fut ki ma is sok hajó, és állnak a hajdani villasorok is a Balaton több településén. Székelyföldön még inni lehet a tiszta forrásokból. Vizes élőhelyeinken számos ritka madárfa és más védett állat él. A Kárpát-medence gyógyvizei rengeteg embernek nyújtanak regenerálódást. Vigyázzunk a vizeinkre, mert hatalmas érték van a kezünkben. Ez volt mára a Multiverzum, de tudják, a tudomány határtalan, és mi hétről hétre kíváncsibbak leszünk. Következő adásunkban a biztonság fogalmát járjuk majd körbe. Addig is megtalálnak minket az interneten, de találkozunk jövő héten is ugyanebben az időpontban, itt az M5-ön. Multiverzum, a tudomány határtalan.